910 millió forintos beruházás Erdőtelkán. Sakkmúzeum fejlesztés Hevesen. Új főtér, játszótér és kondipark Lőrinciben. Gasztronapot tartottak Heréden. Köszöntöm nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, Farkas Renáta vagyok. 910 millió forintos ipari beruházás Erdőtelken. A projekt egy toppos pályázat által valósulhat meg, melynek célja az önkormányzati tulajdonban lévő iparterületek alapinfrastruktúrájának kiépítése, csarnok és irodaházak építése a vállalkozói környezet fejlesztése érdekében. Dolgozik a munkagép Erdőtelek új ipari parkjában. Az új ipari létesítmény a Prebeton és az SBS Kft. Mellé épült. A beruházás célja a vállalkozói környezet fejlesztése, a munkahelyteremtést támogatva. Ez a lehetőség a tőkehiányos kezdővállalkozók számára nagy segítség lehet. Egy része vagyunk, ha nem is óriási, annak a kormányprogramsorozatnak, amely a munkahelyek teremtését, védelmét, az emberek és a családok felemelkedését tűzte zászlajára. Reméljük, hogy a betelepülő cégek nem visszakoznak, és megtalálják majd itt számításainkat. Remélem, hogy a most már jó út mellett a telep kiszolgálását is elősegítő kerékpárút is megvalósul hamarosan. Remélem azt is, hogy fel tudják tölteni az ide települők dolgozókkal üzemeiket, ezek után pedig eredményesen tudnak működni, legyen sok munkájuk, megrendelésük, ennek eredménye kihatással lesz az itt élőkre, illetve a dolgozóikra. Erdőtelek egyébként infrastruktúra szempontjából jó helyen van. A mellettünk elfutó főútvonalat most újítjuk föl, az M3-as pár kilométer, a 31-es főút, a felújított 31-es főút pár kilométer, és a térségben munkaerő is található. Én úgy vélem, hogy egy vonzó körzet. Most is már több cég van itt, és sok cég letelepedett. Ha Tenk és Erdőtelek között nézzük, akkor van egy távcsőgyártó, most épül egy asztalos üzem, itt egy betonüzem, itt pedig egy fém szerelvényeket, fém dolgokat előállító régi cég található. A mögöttünk lévő ingatlan vagy épületbe is bízunk benne, hogy minél előbb majd cégek beköltöznek. Érdeklődés van, és azt hiszem, hogy hatékony ez a fejlesztés. Az ünnepségen részt vett Szabó Róbert, a Heves megyei közgyűlés alelnöke, és Balogh László, az SBS Kft. Vezetője is. 1987-ben nyílt meg a Hevesi Sakkmúzeum. Most egy új, a tárlat anyagának bemutatására alkalmas helyet, a korábban gyermekkönyvtárként funkcionáló épületet kapja meg. Ezt toppos forrásból felújítják, és interaktív elemekkel is bővítik. Várhatóan 2021 évelején nyílik meg a látogatók előtt. Új, még felújításra váró épületbe költözik Hevesen az ország első és egyetlen, még 1987-ben megnyitott sakkmúzeuma. Annak gyönyörű gyűjteményanyagát méltó helyen szeretnék tudni. Egy korábban gyermekkönyvtárként funkcionáló, de eredetileg börtönnek épült létesítményt újítanak fel a célnak, melyet a Magyar Sakkszövetség is támogat. Kívülbelül felújításra kerül az épület, illetve a régi sakkmúzeumi gyűjtemény most éppen katalogizálásra, átnézésre kerül, és a legszebb és a legjobb gyűjtemény fog ide átkerülni. Vélemezem, hogy jövő év elején sikerül megnyitnunk. Először ugye a felújítás, majd azt követően ugye a belső berendezés, és utána pedig az átköltözés. Még a munka elején tartanak, az ingatlant felállványozták, a külső-belső rész újjáépítése topos forrásból, mintegy 80 millió forintból valósul meg. A sakk az egyik legősibb sportág, melyre újra szeretnék felhívni a figyelmet. Mint valamennyi logikai játék, ez a játék is fejleszti a memóriát, fejleszti az agyat, a gyerekeket meg kell tanítani. Ugyanúgy a sakkra is, de ugyanúgy a kártyajátékokra, akár a zsírozásra, vagy akár a snapszerezésre, tehát bármelyik játékot meg kell tanítani a gyerekeknek, az egy közösségi szórakozás, és egyben képezik is magukat. Nem kell mindenkinek sakkvilágbajnoknak lenni, viszont jó egy ilyen stratégiai játékot jól ismerni.
A sakkmúzeum várhatóan 2021 év elején nyílik meg a látogatók előtt, ezt követően a sportággal kapcsolatos rendszeres programokat szerveznek majd, mely tovább növelheti Heves városának turisztikai vonzerejét. Folytatódik a Zöld Város program Lőrinciben. Ezúttal a központi játszóteret, a Kondi parkot és a főteret adta át Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, és Víg Zoltán, lőrinci polgármestere. Ünneplő tömeg vonult Lőrinci főterére, ugyanis egy héttel a központi játszótér után átadták a Zöldváros 2 projekt keretében megújult szabadságteret is. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Víg Zoltán polgármester ez alkalommal a templom előtti részt és a Kondi termet avatták fel. Nagyon nagy szükség volt itt a mellettünk lévő Árpád út, illetve annak a térségének a felújítására, a világítást kicserélésére, és azt is tudjuk, hogy milyen feladatok várnak ránk a jövőt illetően, amit nagy szeretettel és tisztelettel igyekszünk is megvalósítani. Én azt kívánom a lőrincieknek, hogy ezek a fejlesztések ne álljanak le, haladjunk ugyanilyen ütembe, építsük a várost, tegyük jobbá, szebbé, hiszen azok a gyermekek, akik itt születnek, akik itt nőnek fel, azok büszkék lesznek arra, hogy a szüleik, az őseik azok mit tettek az asztalra, és mit hagytak rá. Ez a folyamathoz a magam részéről minden energiával, munkával hozzá fogok járulni, és ezeket a fejlesztéseket folytatni fogjuk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban ezzel a közel 1,5 milliárd forinttal, amit elnyertünk különböző pályázatokon, gyarapodott Lőrinci városa. Az itt élő emberektől csak pozitív visszajelzéseket hallok, és jó érzéssel mennek végig a főtéren, jó érzéssel mennek a gyerekek például a játszótérre, és ami nagyon jó, amin most végig sétáltunk, az a szervízút volt. Ott egy picikét az ott élő emberek, akik azon az oldalon laknak, irigykednek a többiekre, hogy nekik milyen jó világításuk van. Még a másik oldalon, a másik szervízút, ami jóval hamarabb megépült, ott a világítás már nem olyan jó, hisz az már egy kicsit elavult, több mint 10 éve épült az is. De hát ilyen akkor, tehát ezzel haladunk. Annak örülök, hogy ilyet tudtak birtokba venni az ott élők, és most már tényleg sármentesen tudnak közlekedni. A városban az elmúlt években 1,5 milliárd forintot fordítottak a zöldváros programokra, melyek Szabó Zsolt közreműködésével valósulhattak meg. Hamarosan felavatják a megújult óvodát és a piacot is, majd az erőműi főtér következik, emellett pedig Sejpen játszótér is épül. Rendhagyó őszköszöntő falunapot szerveztek Heréden. A helyi identitást erősítő pályázat támogatásával igazi közösségépítő rendezvényt tartottak szombaton. A gasztronómiai napot főzőversennyel és borkóstolóval színesítették, a fiatalok pedig focikupán mérhették össze ügyességüket. A tüzet megrakták, ég a zsír, jöhet a hagyma, gomba, sertéshús, és még ki tudja, mi minden kerül a bográcsba. Gasztronapot tartottak szombaton Heréden. Úgy tartják, a magyarok két dolgot nagyon szeretnek. A bort és a hasukat, indokolta meg Ilkó Tóth András, Heréd polgármestere, hogy honnan jött az alapötlet a rendhagyó őszköszöntő gasztronómiai falunaphoz a kastély kertjében. A járványhelyzetre természetesen figyelemmel voltunk, ezért olyan programokat szerveztünk, ahol előre kell regisztrálni, nyomon tudjuk követni azt, hogy mekkora a létszám, de azt gondolom, hogy mindenképpen szükség volt már egy rendezvényre, mert március óta nagyon-nagyon sok elmaradt, és bízunk benne, hogy a második hullám ellenére ezek a rendezvények a jövőben nem fognak elmaradni, és mindenki jól érezheti magát, hiszen az ember egy közösségi lény, úgyhogy szükség van erre. A fiataloknak focikupát szerveztek, a kisebb gyermekeket pedig várta a játszóvár, illetve különféle logikai és népi játékok, interaktív műsor. S hogy a nagy játékban senki ne maradjon éhesen, főzőversenyt is rendeztek. 12 csapat nevezett, 12 nagyszerű étellel, ráadásul mindegyik olyan, ahová az ember szívesen menne a hét minden napján étkezünk, tehát annyira finom volt, hogy akár minden nap lehetne ezeket az ételeket. Voltak klasszikus magyar ételek, akár mondhatom a borjú paprikást, de akár mondhatom a különleges ételeket is. Volt egy flambírozott körte, körtével együtt egy ilyen tejbeáztatott mell, kakasmell, ami nekem nagyon finom volt. Akkor volt halászté is, amit itt az erőműtóba fogtak, ugye helyi hal, amivel nagyon tényleg egy különlegesség volt. De voltak nagyon finom pörköltek, sültek, és hát ez elsősorban a csapat dologról szól, az, hogy összejönnek az emberek, jól érzik magukat együtt,
és együtt főznek, szerintem ez egy csodálatos dolog. A felnőtteknek a nagygombosi borászatnak köszönhetően borkóstolóval, mediterrán tálakkal is kedveztek, a jó ebédhez pedig szólt a nóta. A herédieknek ezúttal Heves megye kulturális nagykövete, Báder Ernő és zeneművész társa Vörös Tamás muzsikált. Magyar nótákkal, operettekkel szórakoztatták a közönséget. Köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Szerdán zavartalanul napos, késő nyári időre van kilátás, friss hajnallal és délután 24-29 fokos maximumokkal. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, kevés lesz a felhő, de egy gyenge hidegfront hatására megélénkül az északnyugati szél. Délután 26-31 fokot mérhetünk. Pénteken is marad a szeptemberi nyár, sok-sok napsütéssel, napközben akár 30 fokig is csúszhat a hőmérő higanyszála.